A közügyek főtámogatója az OTP Bank. Jó estét kívánok! A közügyek rendkívüli adását látják. Csurog ma történelmi esemény helyszíne volt. Közösen hajtott főt a magyar és a szerb köztársasági elnök az 1944-45-ös magyar ellenes vérengzések, valamint az 1942-es magyar razzia szerb áldozatai előtt. Áder János és Tomislav Nikolic először az egykori csúrogi sintérgödörnél kialakított emlékparkban, majd azt követően a hírhedt Topalov raktárban létrehozott múzeumban rótta le kegyeletét és helyezte el az emlékezés virágait. Csúrog központjában mindkét államfő beszédet mondott. A csúrogi megemlékezést megelőzően a Magyar Köztársasági elnök a szerb parlament díszülésén tartott beszédet. Áder János magyar államfő kétnapos hivatalos szerbiai látogatását Szabadkán zárta. A Kosztolányi Dezső Színházban megtekintette az Újvidéki Színház művészeinek ünnepi műsorát. A Pannon RTV műsorán egész nap élőben követhették az eseményeket. A legfontosabb történéseket most a közügyekben foglaljuk össze. Eljött a kölcsönös bocsánatkérés ideje, mondta a magyar köztársasági elnök a szerb parlamentben, Belgrádban. Áder János bocsánatot is kért azokért a bűnökért, amelyeket a II. Világháború során magyarok követtek el ártatlan szerbek ellen Vajdaságban. A magyar államfő kétnapos szerbiai hivatalos látogatásának 2. napján szólalt fel a belgrádi parlamentben a köztársasági képviselőház díszülésén. Poštovane dame i gospodo, poštovani narodni poslanici, otvaram 3. posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u 2013. godini. Ovu posebnu sednicu sazvao sam da bi se Narodnoj skupštini obratio njegova ekscelencija Janoš Ader, predsednik Mađarske. Čast mi je da u ime narodnih poslanika i u svoje ime pozdravim predsednika, kao i ostale članove delegacije koji prisustvuju današnjoj sednici. Njegova ekscelencija Oskar Niković, ambasador Mađarske u Srbiji, Laslo Soki, direktor za spoljne poslove u kancelariji predsednika, Žolt Nemet, državni sekretar ministarstva spoljnih poslova Mađarske, Anita Alorijaj, direktor za štampu u kancelariji predsednika, Laslo Sego, adjutant u kabinetu predsednika, Emoke Bač Varkuti, šef protokola kancelarije predsednika, Mira Vujić, treći sekretar ambasade Mađarske u Srbiji, Vera Mavrić, državni sekretar ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i njegova ekscelencija Rade Drobac, ambasador Republike Srbije u Mađarskoj. Molim njegovu ekscelenciju Janoš Adara, predsednika Mađarske, da uzme reč. Köszönöm. Az egyetlen szó, ami méltó a mai naphoz, aminek talán külön hangsúlyt ad, hogy ez az első alkalom, hogy a Szabad Magyarország köztársasági elnöke a Szabad Szerbia törvényhozása előtt mond beszédet. Tisztelt elnök úr, tisztelt nemzetgyűlés! Amikor kifejezésre juttatom önöknek szóló köszönetemet és elismerésemet, Magyarország képviseletében teszem. Egész politikai nemzetünk, azaz minden magyar honfitársam nevében. Egyúttal minden olyan jó akaratú és épp erkölcsi érzékű ember nevében, aki elutasítja az embertelenséget és az igazságtalanságot. Éljen bárhol is a világban, legyen akár szerb, akár magyar, vagy tartozom Európa bármely nemzetéhez. Köszönetemet és elismerésemet fejezem ki önöknek és Szerbia polgárainak mindazok nevében, akik nem csak hisznek a kölcsönös tisztelet és megbecsülés szavában,
hanem készek cselekedni is érte. Tisztelt képviselő, hölgyek és urak! Akik ki tudnak lépni a múlt fájdalmas tévedéseinek és embertelenségeinek árnyékából, azok az élet, és vele együtt a jövő, a közös jövő oldalán állnak. Önök így cselekedtek. Akik az erkölcs parancsát követik, azoknak van erejük az igazság kimondására. Önök ezt tették. Az erkölcsös embernek pedig van bátorsága kimondani, amit a szíve legmélyén helyesnek érez. És önök a szívükre hallgattak. Tisztelt Nemzetgyűlés! Önök az elmúlt héten fontos, történelmi lépést tettek. Felismerték, hogy mindazt, amit politikusok rontottak el egykoron, azt a ma politikusainak kell helyrehozni. Kimondták azt, ami bármi fájdalmas is, 70 évig tűnt kimondhatatlannak. Kimondták azt a megkerülhetetlen fontos igazságot, amit a józanész és az épp erkölcsiség szava évezredek óta diktál az emberiségnek. Kimondták, hogy a kollektív bűnösség elve fenntarthatatlan. Kimondták, hogy lehetnek bűnös emberek, de egy nép sohasem lehet bűnös. Kimondták, hogy a múlt megannyi emberi szenvedést hozó bűnével és tévhitével a szerb nemzetgyűlés és Szerbia jó akaratú polgárai nem vállalnak közösséget. Döntésük mindenki számára egyszer és mindenkorra világossá és megkérdőjelezhetetlenné teszi, hogy a szabad szerb köztársaság törvényhozása kész arra, hogy elégtételt nyújtson a II. Világháború etnikai vérengzései során elpusztított, ártatlan délvidéki magyar áldozatoknak. Az a nemzetgyűlési nyilatkozat, amelyet pár nappal ezelőtt elfogadtak, 7 évtized után nem csak lezárja közös múltunk egyik fájdalommal és sötét árnyakkal teli 20. századi fejezetét, hanem új, 21. századi perspektívákat is megnyit országaink és polgáraink kapcsolatában. Az önök döntésében az európai értékek iránti elkötelezettségük jut kifejezésre. Olyan döntés ez, amelynek önmagán túlmutató jelentősége van, mert önök most másoknak is követendő példát mutattak. Követendő példát abból, hogy a mai élőknek miképp lehet, és miért szükséges elvégezni mindazt, ami képes helyreállítani a világ múltban kibillent erkölcsi rendjét. Tettük igazi emberi gesztus. Hiszen azt üzeni minden jó akaratú ember számára, hogy akik egymás gyászában osztozni tudnak, azokat erős szövetség és lelki közösség köti egymáshoz. Akik a gyászban egymás felé fordulnak, azok az örömben is osztoznak majd. Az új 21. századi Közép-Európa ilyen gesztusokból születik meg. Egymás megértésének és elfogadásának gesztusaiból, az együttműködésből, az igazság kimondásából, egymás és az egyetemes emberi értékek tiszteletéből. Ez az értékrend az újraegyesülő Európa alapját jelenti. Fontos tudniuk ránk, magyarokra barátként és társként számíthatnak az Európai Unióhoz való sikeres csatlakozásban. És mi készek vagyunk segítséget nyújtani önöknek. Engedjék meg, hogy az egyik legfontosabb tapasztalatunkat már most is megosszam önökkel. A mi tapasztalataink azt mutatják, hogy az a közösség, amelynek majdan önök is tagjává válnak, nem pusztán elvont értékek közössége, hanem közös jövőben gondolkodó és közösen cselekedni képes, cselekedni akaró szövetségeseké. Az együttműködés Európájában külön-külön senki sem számíthat túl sok sikerre. De a partneri szövetségben fellépő országok számos előnyre tehetnek szert. A nemzetgyűlési nyilatkozat elfogadása egy új típusú és jövőbe mutató szövetségépítés fontos lépését jelenti országaink együttműködésre és jó szomszédságra épülő kapcsolatában.
Ezt a jövőbe mutató szövetséget az ilyen döntések és az olyan mondatok teszik erőssé, mint amelyeket Szerbia köztársasági elnöke Nikolić elnök úr írt le és mondott ki budapesti látogatása alkalmából. E mondatok így hangzanak. Új lapot nyitottunk kapcsolatainkban. Bezártuk a kaput, amely mögött ott maradnak nézeteltéréseink, gyermekeink, Magyarország és Szerbia érdekében. Elnök úr azt is hangsúlyozta, hogy a következő generációk válláról le kell venni a múlt terheit. Eljött a kölcsönös bocsánatkérés és megbocsátás ideje. Én magam is így gondolom. Valóban eljött a kölcsönös bocsánatkérés ideje. A szabad és demokratikus Magyarország elítéli azokat, akik a II. Világháború szenvedéseit fokozva magyarként vétettek ártatlan szerb emberek ellen. Magyarország köztársasági elnökeként bocsánatot kérek azokért a bűnökért, amiket a magyar állam nevében a II. Világháború során magyarok követtek el ártatlan szerbek ellen. S habár a bűnöket senki sem teheti, meg nem történté. Mégis hiszünk abban, hogy a kölcsönös bocsánatkérést követő megbocsátás a megbékélésen is képes túlmutatni. Mert mi nem egymás mellett, hanem a közép-európai népek közösségeként kívánunk élni. Mi, mai magyarok és mai szerbek egy emberként az ártatlan áldozatok oldalán állunk. Nem a halál, a hazugság és a gyűlölet, hanem az élet, az igazságosság és az együttműködés örökségét kívánjuk gyermekeinkre hagyni. Kívánom, hogy így legyen. Tegyük meg közösen minden tőlünk telhetőt a jövőben is, hogy csak ugyan így lehessen. Rám és Magyarországra ebben mindig jó szomszédként és jó szövetségesként számíthatnak. Köszönöm, hogy gondolataimat megoszthattam önökkel. Figyelmük megtisztelő volt számomra. Zahvaljujem njegovoj ekscelenciji Janošu Aderu, predsedniku Mađarske. Zaključujem treću posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u 2013. godini. Hvala vam. Belgrád után Csúrogra érkezett a magyar államfő. Csúrogon 7 évtizedes várakozás után megépült az 1944-45-ben ártatlanul kivégzett helyi magyarok emlékműve. Ma délelőtt a szerb és a magyar köztársasági elnök együtt koszorúzott a helyszínen. Szerb államfő először hajtott fejet a magyar áldozatok emléke előtt. Tomislav Nikolić és Áder János ezt követően az 1942-ben ártatlanul kivégzett szerb áldozatok emlékhelyét, a múzeummá átalakított Topolov raktárat is meglátogatta, lerótta kegyeletét és elhelyezte az emlékezés virágait. A szerb és a magyar köztársasági elnök ezt követően Csúrok központjában mondott beszédet. Történelmi összefoglalójában a szerb elnök hangsúlyozta: Szerbia jövő felé fordul, és a kölcsönös tisztelet határozza meg viszonyát a szomszédos népekkel. Gospodine predsjedniče, dragi prijatelji, dame i gospodo, koliko je do vas, budite u miru sa svima. Istina je koja je zapisana u poslanici Rimljanima, segmentu zajedničkog svetog pisma. Tisztelt elnök úr, kedves barátaim, hölgyeim és uraim, amennyire ez rajtatok múlik, érjetek mindenkivel békében. Ez az igazság, amely
a rómaiaknak küldött, levélben foglaltatik a közös szentírásunk részeként. Ova pouka saopštena jezgrovito u sebi sadrži mudrost taloženu vekovima i potpisanu imenima neizmernog broja nevino postradalih u istoriji ljudske vrste. Ez a tanúság, igen tömören kifejezve, magában foglalja az évszázadok bölcsességét, amelyet a mérhetetlen nagyszámú, vétlen áldozat nevei filmjeleztek az emberi faj története során. Poučeni njome, kao i našom bezmalo hiljadugodišnjom prošlošću, Mađari i Srbi imaju odgovornost jedni prema drugima da svoju sadašnjost i budućnost grade na najplemenitijim tradicijama zajedničkog života u miru, razumevanju i hrišćanskoj ljubavi. A Mađarok i Serbek, ebből okulva, valamint, a már szinte ezer éves múltból okulva, felelősséggel tartoznak egymás iránt, és a jelenük és jövőjüket a legnemesebb hagyományokon építve a közös élet, a közös békében való életért megértésen és a keresztény szereteten alapozzák. Prošlost dva bliska, susedna naroda i njihovih država, prolazila je kroz brojne mene opšte evropskih historijskih tokova. Nalazeći se na raskršću svojevrsnih civilizacijskih ruta, na izuzetnom geostrateškom položaju, naši narodi neretko su bili izloženi ratnim vihorima i razaranjima, najčešće saveznici u borbi protiv zajedničkog neprijatelja, Srbi i Mađari bivali su i na suprotstavljenim stranama, što je dovodilo do tragičnih posledica. A két közeli szomszédos nép és államaik számos általános európai történelmi folyamatok során sok változáson ment keresztül. A sajátos civilizációs útkereszteződésen találva magát a rendkívül geostratégiai helyzetből kifolyólag nemzeteink gyakran háborús viharoknak és rombolásoknak voltak kitéve. Leginkább szövetségesek voltak a közös ellenség elleni harcban. A szerbek és magyarok azonban néha ellentétes oldalakon is álltak, és ennek voltak tragikus következményei. Stvarajući, snažeći i braneći svoje države, počev od srednjeg veka pa sve do savremene istorije, Mađari i Srbi prožimali su se u brojnim oblastima društvenog delovanja, kulturi, nauci, obrazovanju, umetnosti. Államaikat alkotva, erősítve, és a középkortól kezdve, egészen a modern történelmig a magyarok és a szerbek átfonódtak számos társadalmi tevékenységben, a kultúrában, a tudományban, az oktatásban, a művészetben. Prvi značajniji kontakti naših naroda i država odigrali se u 13. veku zahvaljujući brakovima srpskih vladara iz dinastije Nemanjić sa mađarskim princezama. Ta susretanja kojima su se urodile naše vladarske porodice vodila su boljem upoznavanju, a potom i bliskoj saradnji dveju država. Pred opasnostima koje je nosila osmanska najezda u 14. veku, Srbi i Mađari dobili su ulogu odbrambenog bedema Evrope i hrišćanstva. Nemzeteink közötti jelentősebb kapcsolatok még a 13. században keletkeztek, a szerb dinasztia, Nemanjić dinasztia uralkodói és a magyar hercegnők közötti házasságkötésnek köszönhetően. Ezek a találkozások, amelyek az uralkodói családok rokonsági viszonyát létesítették, hozzájárultak ahhoz, hogy a két állam jobban megismerje egymást, és közeli együttműködést hozzon létre. A veszélyek előtt,
amelyeket magával hozott az oszmán támadás. A 14. században a szerbek és magyarok a védőfal szerepét játszották Európa és a kereszténység védelmében. Junački se odupirući moćnoj osmanskoj vojsci i velikoj sili u nastajanju, naši zajednički preci branili su svoje zemlje i utvrđene gradove, štiteći time kulturu i civilizaciju kojoj su pripadali. Stoga, ne treba da čudi da se na jednom od najlepših mesta u okviru Beogradske tvrđave, na prelepom vidikovcu sa koga se pruža pogled na ušće Save u Dunav, nalazi spomenik Mađarima koji su, predvođeni slavnim Sibinjanim Jankom, rame uz rame sa Srbima, odbranili Beograd 1456. godine. Hősiesen ellenszegülve az oszmán katonasággal és az óriási előrehaladó hatalommal közös elődeink hazájukat és a városaikat védték, így módon a kultúrájukat és a civilizációt, amelyhez tartoztak. Ezért senki se kell, hogy csodálkozzon, hogy a belgrádi vár keretében az egyik legszebb helyen a kilátón, amely a Száva és a Duna torkolatára nyílik, pont a magyaroknak, azon magyaroknak emeltek emlékművet, akik Hunyadi Jánossal élükön válvetve harcoltak a szerbekkel Belgrád védelmi, és megvédték Belgrádot 1456-ban. Slom srpske despotovine sredinom 15. veka, a nekoliko decenija kasnije i pad Ugarske kraljevine, označili su početak viševekovnog ropstva, ali i istrajne borbe za oslobođenje. A szerb despotaság a 15. század derekán való összeomlása, és néhány évtizeddel későbbiek során a magyar királyság összeomlása is egy hosszú évszázadokig tartó rabság kezdetét jelentette, de ez nem jelenti azt, hogy nem volt továbban is kitartó harc a felszabadulásért. Brojni su primer junaštva naših zajedničkih predaka u razdoblju austro-turskih ratova u 17. i 18. veku. A 17. és 18. évszázadban is számos hősies példa azt tanúsítja, hogy közös elődeink az osztrák-török háborúkban is részt vettek. Naša história obeležena i dvema velikim seobama Srba u severne regije, na prvom mestu onom koje je 1690. godine poveo patriarh Arsenije III. Történelmünket jellemzi a szerbek két nagy költözése is, az északi régiók felé, elsősorban az, amelyet 1690-ben harmadik Arsenije Csernajevics pátriárka vezetett. Veliki Bečki rat, okončan znamenitim Karlovačkim mirom 1699. godine, svedočanstvo je istinskog rodoljublja i želje za životom u slobodi naša dva naroda. A nagybécsi háború, amelyet a hírneves karlócai béke, amelyre pontot a hírneves karlócai béke tett 1699-ben, ez egy igazi, az életért való küzdelem és a szabadság, a nemzetek szabadságáért való óhajt jelképezte. I kasnije, početkom 19. veka, u vreme vožda Karađorđa i Miloša Velikog, naši preci nastavili su da podržavaju jedni druge sa ciljem obnavljanja svojih samostalnih država. A későbbiek során is, a 19. században a Karagyurgyi vezér és a Milos vezér idejében a elődeink tovább folytatták egymást támogatását önálló államaik létrehozásában. U mom rodnom Kragujevcu postoji pozorište koje nosi ime utemeljivača srpskog teatra Joakima Vujića, čiji je bliski prijatelj bio Ištvan Balog, slavni mađarski dramaturg, reditelj i glumac. Balogova drama Černi Đorđe veličala je srpsku narodnu pobunu i Karađorđa toliko da su austrijske vlasti zabranjivale njeno izvođenje. Joakim Vujić je svom prijatelju Ištvanu Balogu dao srpske pesme o Karađorđu, a u Vujićevoj kreštalici glavnu ulogu igrao je Balog. To je bilo pre samo dva veka.
szülővárosomban, Kragujevacban a színház, a szerb dráma alapítójának a nevét viseli, Joakim Vujicsit, akinek nagyon közeli barátja volt Balog István, hírneves magyar dramaturg, rendező és színész. Balog drámája, a Cserny Györgye, a szerb népfelkelést és Karagyörgyét olyannyira dicsőítette, hogy az osztrák hatóságok meg betiltották annak az előadását. Joakim Vujic a barátjának, Balog Istvánnak a Karagyörgyről szóló verseket ajándékozott, és odaítélte neki a főszerepét a Szajkó című drámájában. Ez mindössze 2 évszázada, hogy megtörtént. Viševekovni bliski odnosi, zasnovani značajnim delom na mukotrpnoj borbi za održanje i oslobođenje, istovremeno su bili bogaćeni delovanjem istaknutih pojedinaca koji su naše kulture i umetnost učinili značajnim i prepoznatljivim u širim evropskim okvirima. Jedinstven primer i simbol prožimanja naša dva naroda u oblasti kulture posvedočen je u ličnosti Aleksandra Petrovića, poznatijeg pod imenom Sándor Petefi, koji je pevao o slobodi sveta. Az évszázados közeli kapcsolatok, amelyek jó részt a keserves fenntartási harcért és a szabadságért vívott harcban alapulnak, ugyanakkor számos kimagasló egyének tevékenységével is gazdagítva vannak, amelyek kultúránkat és művészetünket jelentőssé tették és felismerhetővé szélesebb európai körökben is. Egy egységes példaértékűje és szimbóluma a két nemzet egymásba fonódásának a művészet, a kultúra területén, ennek megtestesítője Petrovics Alexander, vagyis ismertebb nevén Petőfi Sándor, aki a világszabadságáról költött. Brojni učeni Srbi delovali su i na teritoriji današnje Mađarske, a bogato životno iskustvo i znanje stečeno na visokim školama u krajevima severno od Save i Dunava prenosili su i primenjivali u svojoj domovini. Svedočanstva viševekovnog boravka Srba u Mađarskoj i Mađara u Srbiji danas predstavljaju dragoceni segment kulturne baštine. Sent Andreja kod Budimpešte i tvrđava Bač kod istoimenog mesta samo su neki od primjera dragocenog preplitanja prošlosti dva bliska naroda. Számos tanult szerb a mai Magyarország területén ténykedett, és gazdag élettapasztalatát és a Szávától és Dunától északra található felsőiskolákban szerzett tudását áthozta és alkalmazta saját hazájában. A szerbek és a magyarok több évszázados tartózkodása, mind szerbek Magyarországon, mind magyarok Szerbiában, ma a kulturális örökség nagyon fontos, jelentős, értékes szegmentumát képezik. Ilyen Szentendre Budapestnél és a Bács vár az ugyanazon nevű helységben, ezek csak bizonyos példaértékű átfonódásai a két közeli nemzetbe. Gospodine predsjedniče, dame i gospodo, dinamična, a u pojedinim razdobljima i tragična istorija ovih prostora činila je da se naši narodi i države nađu i na suprotstavljenim stranama. Tragične stranice naše zajedničke prošlosti u vezi su sa velikim oružanim sukobima i stradanjima tokom Prvog i Drugog svjetskog rata. Az etérség dinamikus, egyes időszakaiban is pedig tragikus történelme hozzájárult ahhoz, hogy nemzeteink és államaink néha ellentétes oldalon legyenek. A közös múltunk tragikus oldalai a nagy összecsapásokkal, világméretű első és második világháborúval kapcsolatosak. Ta dva međunarodna sukoba obeležena su neprijateljstvom naših tadašnjih država, razaranjima naseljenih mesta, ubijanjem nedužnih civila i uništavanjem kulturne baštine.
E két nemzetközi összecsapást számos az akkori államok számos ellenállása, vagyis ellenségeskedése jellemezte, és ennek az volt a következménye, hogy számos települést leromboltak, és vétlen civil áldozatok estek áldozatul, továbbá a kulturális örökséget is semmisítették. Tragični događaji koji se odigrali tokom tih ratnih godina istorijska su opomena koja i danas nedvosmisleno ukazuje na potrebu života u miru i međusobnom razumevanju. Svaka nevina žrtva bez obzira na naciju, veroispovest, pol i uzrast zaslužuje da je pamtimo i sačuvamo od zaborava. Svaki cvet položen na stratištu naših sunarodnika, naše međusobno pružene ruke pomirenja odraz su civilizacijske svesti i odgovornosti prema našoj zajedničkoj sadašnjosti i budućnosti. A háborús évek során előforduló tragikus események, a történelmi figyelmeztetés, amely ma is kétséget kizáróan a békés élet szükségességére és a kölcsönös megértésére utal, minden vétlen áldozat, tekintet nélkül nemzetiségére, vallására, nemére, életkorára megérdemli, hogy megemlékezzünk róla és megőrizzük a feledéstől. Minden virágszál, amelyet polgártársaink vesztőhelyére teszünk, minden készfogás a civilizációs tudat és a felelősség felelősségünkről tanúskodik a közös jövőnket illetően. Stoga nemojmo zaboraviti da svaka žrtva, ali i svaki zločinac imaju ime i prezime. Odgovornost prema onome što se desilo, ali podjednako i prema našoj obavezi da stvaramo uslove za nesmetan suživot i saradnju u budućnosti, odraz je našeg objektivnog poznavanja istorije ovih prostora. Ezért ne feledjük el, hogy minden áldozat ismert, de úgy szintén a bűncselekmény elkövetője is. Felelősséggel tartozunk az iránt, ami történt, de úgy szintén, hogy megteremtsük a feltételeket a zavartalan együttélés és a jövőbeni együttműködés céljából, és ez csupán a történelmünk objektív átvizsgálásának a tükre. Prošlost se ne može menjati, ali se iz nje može naučiti. Spoznaja onog što se desilo, promišljanje uzroka i posljedica tragičnih događaja, utvrđivanje pojedinačne odgovornosti za počinjene zločine, to je zadatak koji je namenjen, poveren ovoj generaciji. A múlt tot nem változtathatjuk meg, viszont okulhatunk belőle. Annak a felismerése, hogy mi történt, az okok és a következmények átgondolása a tragikus eseményekkel kapcsolatosan, az egyéni felelősségek megállapítása, az elkövetett bűncselekményekért, ez a feladat, amely erre a nemzedékre vár. Iznad svega, osnovno ljudsko pozvanje jeste da pamtimo, da ne zaboravljamo, i da praštamo jedni drugima. Tome pristupamo iskreno, zajednički i sa istim osjećanjem posvećenosti. Elsősorban az alapvető, legfontosabb emberi felhívás az, hogy emlékezzünk, ne feledjünk, de bocsássunk meg egymásnak. Ehhez őszintén látunk hozzá közösen és ugyanazon azon elhivatottsággal. Stekli su se uslovi da našu prošlost prepustimo kritičkoj historiografiji, a nadasve stručnjacima okupljenim u Međuakademijskoj komisiji Srpske akademije nauka i umjetnosti i Mađarske akademije nauka. Naša zajednička podrška njihovom radu predstavlja najznačajniji doprinos daljem građenju prijateljstva i dobrosusedskih odnosa Mađarske i Srbije. Létrejöttek azok a feltételek, hogy a múltunkat átengedjük a történelemtudomány bírálatának, de elsősorban a
a Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia, valamint a Magyar Tudományos Akadémia közös bizottságában összeült szakértőknek. A közös támogatásban, vagyis támogatásban részesítjük a munkájukat, és ez jelentősen hozzájárul Magyarország és Szerbia további barátságának és jószomszédi kapcsolatainak a építéséhez. Gospodine predsedniče, dame i gospodo, Republika Srbija opredeljena je da svoju sadašnjost i budućnost uspostavlja na principima slobode, ravnopravnosti, poštovanja ljudskih prava i dobrosusedskih odnosa. A szerb köztársaság irányválasztása, hogy jövőjét, jelenét és jövőjét a szabadság, az egyenjogúság, az emberi jogok és a jószomszédi kapcsolatok létrehozására alapozza. Kao pripadnici starog evropskog naroda, koji je kroz svoju prošlost stradao višestruko, svesni smo odgovornosti i u potpunosti posvećeni davanju svog doprinosa daljem razvoju evropske porodice naroda. Mint régi európai nemzet, a múltunkat megéltük, és tudatában vagyunk a felelősségünknek, és hozzájárulunk a további európai az európai családok továbbfejlesztéséhez. U saradnji sa evropskim državama, a posebno onim susednim, Srbija vidi zalog svoje prosperitetne budućnosti i sveopšteg napretka čitavog regiona. Stoga su bliski i prijateljski odnosi Srbije i Mađarske, zasnovani na obostranom poštovanju i razumevanju, značajan činilac u stvaranju uslova za nesmetan i ravnomeran razvoj zemalja u ovom delu starog kontinenta. Az európai államokkal való együttműködés során, de különösen a szomszédos államokkal Szerbia látja jövőjének az állogát és az egész régió általános haladásának az állogát. Ezért a Szerbia és Magyarország közeli és baráti kapcsolatai a kölcsönös tiszteletben tartásán és megértésen alapulnak, és ez jelentősen hozzájárul azon feltételek megteremtéséhez, hogy az országok továbbfejlődhessenek. Republika Srbija spremna je da sa svojim susedima istrajno deluje u tom pravcu, te vašu posetu našoj zemlji, gospodine predsjedniče, doživljavamo i kao simbol prelaza u novu fazu još intenzivnije i blagotvornije saradnje. A szerb köztársaság kész arra, hogy szomszédaival tartósan vagyis az ön látogatását, hazánkban tett látogatását, elnök úr, úgy éljük meg, mint a fejlődés új szakaszában lépésnek a szimbólumát. És jövőnket számos együttműködés példájára alapozzuk, mind a jövőben a Magyarország és Szerbia polgárai felelősséggel tartoznak egymás iránt, de a többi európai és államokkal szemben is. Zasnivajući našu budućnost na brojnim primjerima saradnje i zajedničkog delovanja u prošlosti, građani Mađarske i Srbije imaju odgovornost jedni prema drugima, ali i prema drugim evropskim narodima i državama. Neka ovaj današnji događaj, posvećen nevino stradalim precima sa obe strane, potomci upamte kao simbol istinskog pomirenja naših naroda i zalog obostranih iskrenih nastojenja da kao susedi još više doprinesemo međusobnom zbližavanju, razumevanju, saradnji i prijateljstvu. Hvala. A mai esemény, amelyet az elődeink vétlen áldozatainak szenteltünk mindkét részről, szeretnénk, ha utódaink ezt olyan szimbólumként jegyeznék meg, mint őszinte megbékélését, a két nemzet őszinte megbékélését, és azon közös törekvések zálogaként, hogy hozzájáruljunk a kölcsönös
megértéshez, együttműködéshez, barátsághoz köszönöm. Tomislav Nikolić szerb államfőbeszédét látták, amit Csúrogon a központban tartott, azt követően, hogy Áder János magyar köztársasági elnökkel együtt először a csúrogi egykori Sintérgödörben a magyar áldozatok emlékére kialakított emlékparkban, majd azt követően a Topalov raktárban az 1942-es magyar razzia szerb áldozatai előtt is lerótta kegyeletét. Tomislav Nikolić után Csúrok központjában Áder János magyar köztársasági elnök is beszédet mondott. A magyar köztársasági elnök arról szólt, hogy a szerbeknek és a magyaroknak 70 évet kellett várniuk arra, hogy kimondják, a bűnnek nincs származása sem nemzetisége. Akik a múltnak emléket állítanak, azok a jövőre gondolnak. Oni koji prošlosti spomenik dižu, misle na budućnost. Akik a bűnt bűnnek nevezik, azok az erkölcsös életet szolgálják. Oni koji greh grehom nazivaju, morálnom životu služe. Akik kimondják az igazságot, azokat a gondviselés is kegyelmébe fogadja. Onima koji istinu kažu i svevišnji milost daruje. Mélyen tisztelt elnök úr, kedves emlékezők! Poštovani gospodine predsedniče, drági prisutni! Ahol most állunk, emberek haltak meg. Na mestu gde sad stojimo, ljudi su umirali. Haláluk embertelen tettek, embertelen indulatok helyrehozhatatlan és visszavonhatatlan következménye volt. Smrt ih je stigla zbog nečovječnih postupaka kao posljedica neljudskih poriva koji se ne mogu niti ispraviti, niti poništiti. 7 évtizede vér folyt Csúrog utcáin. Meggyalázott nők vére, idős és fiatal férfiak vére, gyermekek vére és csecsemőké. Pre 7 decenija krv je tekla ulicama Csúroga, krv osakaćenih, obeščašćenih žena, krv starijih i mlađih muškaraca, krv dečja, krv novorođenčadi. Magyar és szerb emberek haltak meg. Ártatlan szerbek 1942-ben és ártatlan magyarok 1944-45 telén. Ártatlan magyarok, mert voltak, akik úgy vélték, az ő nemzetük ártatlan áldozataiért egy másik nemzet ártatlan áldozatainak vérét kell kiontani. Umirali su Mađari i Srbi. Nevini Srbi 1942. godine i nevini Mađari u zimu 1944-45. jer je bilo onih koji su smatrali da zbog prolivene krvi nevinih žrtava iz redova svog naroda mora se proliti krv nevinih žrtava iz redova drugog naroda. Ami 44-45 telén itt és a környező magyar lakta településeken történt, tömeges bosszú hadjárat része volt. Véres bosszú azért, amit más magyar emberek követtek el ártatlan szerb emberekkel szemben néhány évvel korábban. Ono što se dešavalo u zimu 44-45. ovde i u okolnim naseljima sa mađarskim življem bilo je deo masovne odmazde. Krvna osveta za ono što su drugi Mađari učinili nevinim srpskim žrtvama nekoliko godina ranije. Ez a bosszú bűnben fogant és erkölcstelen volt, mint ahogy ugyanilyen bűnben fogant és erkölcstelen cselekedett volt minden egyes ártatlan szerb élet kioltása. Ova osveta je proistekla iz greha, bila je nemoralno, a isto tako kao što je i ubistvo svake nevine srpske duše proizašlo iz greha i bilo je nemoralno. A világ erkölcsi rendje felborul, ha nem értjük meg, hogy csak a bűnösök a megbüntetése lehet erkölcsös cselekedet. Önmagunknak, egymás és az utánunk jövők ellen vétenénk akkor, ha nem értenénk meg, hogy az ártatlanok elpusztításánál nincs bűnösebb tett. Morálni rét sveta će se potpuno izopačiti ako ne shvatimo da je moralno samo one kažnjavati koji su počinili greh. Ogrešili bi se o sebi samima, jedni od drugima i onima koji dolaze za nama, ako ne bismo shvatili da ne postoji veći zločinački akt od uništenja
nevinnih ljudi. 7 évtizede, nem csak az ártatlanul kivégzettek halálsikolyai értek fel az égig, hanem a világ erkölcsi rendje is félresiklott. Pre 7 decenija do neba nije se dizao smrtni krik nevina pobijenih, nego i moralni poredak sveta bio je veoma narušen. 70 évet kellett válnunk arra, hogy egymás szemébe nézve közösen is kimondhassuk. A bűnnek nincs származása, sem nemzetisége. Nincsenek bűnös népek, csak bűnös tettek, bűnös indulatok, bűnös emberek vannak. 70 godina smo morali da čekamo kako bismo gledajući se u oči zajednički mogli da izgovorimo zločin nema ni poreklo ni nacionalnost. Ne postoje zločinački narodi, postoje samo zločinački postupci, zločinački porivi i grešni ljudi. Miként az áldozatok esetében sem az a legfontosabb, hogy szerbek voltak-e vagy magyarok, hanem az, hogy egytől egyig ártatlan emberek voltak. Nije najvažnije ni u slučaju žrtava da li su bili Srbi ili Mađari, nego to što su svi do posljednjeg bili nevini ljudi. Ha Isten most ránk néz, azt látja, hogy az ártatlan szerb és magyar áldozatok lelkei ma mind velünk vannak. Lélekben öleljük magunkhoz őket, hiszen ők mind a mi testvéreink voltak. Ako danas Bog pogleda u nas, vidi da su sve duše nevinih srpskih i mađarskih žrtava sa nama. Prigrlimo ih u sebi, jer su oni svi bili naša braća i sestre. Mondjuk el nekik, semmilyen közösséget nem vállalunk a bűnnel. Mondjuk el nekik, hogy ha visszaforgathatnánk az időkerekét, nem engednénk teret az őket elpusztító erőknek. Mondjuk el nekik, hogy mi, ma élők, testvéreinként gyászoljuk őket, mert mi, szerbek és magyarok, testvérként tekintünk egymásra. Recimo im da zločinom nikad ne možemo da prihvatimo zajedništvo. Recimo im, kada bismo mogli da vratimo točak vremena, ne bismo dozvolili da ovladaju sile koje su ih lišile života. Recimo im da mi, koji smo danas živi, u žalosti smo kao za svojom braćom i sestrama, jer mi, Mađari i Srbi, smatramo jedni druge svojom braćom i sestrama. A mai napon odafordulunk egymáshoz. Egymás szemébe nézünk és kimondjuk, nem mindegy, hogy mit hagyunk örökül, milyen emléket ápolunk, és mit örökítünk tovább utódainkra. A kudarcok és sérelmek indulatoktól súlyos örökségét nem örökíthetjük tovább, csak is a kölcsönös tiszteletét és az igazságét. Danas se okrećemo jedni prema drugima. Gledamo se u oči i izgovaramo, nije svejedno šta ostavljamo iza sebe, kakvo uspomene gajimo i šta prenosimo na buduća pokoljenja. Ostavštinu opterećenu strastima zbog poraze i uvreda ne možemo prenositi dalje, možemo prenositi isključivo samo uzajamno poštovanje i istinu. Tisztelt emlékezők, az, hogy a szerb köztársaság államfőjével ma itt állunk és fejet hajtunk, világos üzenetet jelent. Azt üzeni minden magyarnak és minden szerbnek, hogy nekünk, ma élőknek van erőnk szembenézni a múlttal, és van erőnk szembenézni az igazsággal. Poštovani okupljeni, to što sa predsjednikom Republike Srbije danas stojimo na ovom mestu i klanjamo se senima, jasna je poruka. Poruka upućena svakom Mađaru i svakom Srbinu da mi koji smo živi danas imamo snage da se suočimo sa prošlošću i da se suočimo sa istinom. Ami a mai napon itt Csuragon történik, nem pusztán közös múltunk egyik 70 éve lezáratlan fájdalmas fejezetének, nemzeteinkhez és országainkhoz méltó elrendezését jelenti. A mai napon nem csak fejet hajtunk az egymás áldozatainak emelt emlékművek előtt, és lélekben nem csak sok ezer ártatlan áldozatnak adunk végtisztességet. To, što se na današnji dan događa u Čurugu, našim nacijama i državama ne znači samo dostojno okončanje bolnog poglavlja zajedničke istorije od pre skoro 70 godina. Danas se klanjamo ne samo senima pred spomenikom uzajamnih žrtava i u duši odajemo posljednju počast poštu ne samo hiljadama i hiljadama nevinih ljudi. A mai nap
ennél is sokkal fontosabb. A mai napon a világ 20. században kibillent erkölcsi rendjéből helyreállítunk valamit. Valamit, ami mindannyiunknak fontos érték. Ovaj dan je od toga mnogo značajniji. Mi danas ispravljamo u moralnom poretku ono što se u 20. veku izopačilo. Nešto što predstavlja dragocenu vrednost za sve nas. Ezért a mai napon megszólítom azokat, akik abban hisznek, hogy jelenünket az egymás iránti kölcsönös bizalomnak és az egymás iránti kölcsönös tiszteletnek kell formálnia. Megszólítom mindazokat a bölcs és előrelátó embereket, legyenek szerbek, magyarok vagy más nemzethez tartozóak, akik belátják, hogy a 21. század megújuló Közép-Európája ilyen gesztusokból születik meg. Zato se danas obraćam onima koji veruju da našu današnjicu treba da oblikuje obostrano poverenje i poštovanje. Obraćam se svim mudrim ljudima koji imaju viziju budućnosti, bili oni Srbi ili Mađari ili pripadnici drugih naroda, koji shvataju da se centralna Evropa 21. vijeka rađa iz ovakvih gestova. Kérem őket, segítsenek másokat is meggyőzni arról, közös boldogulásunkat csak is ez jelentheti. Molim ih da pomognu, da ubedimo i druge u to, da jedino ovo može služiti našem zajedničkom prosperitetu. És innen szólítok közös cselekvésre minden jó szándékú embert, aki maga is úgy véli, hogy életre szóló szövetség köti egymáshoz azokat, akik egymás gyászában osztozni tudnak. I sa ovog mesta pozivam svakog dobronamernog čoveka da delujemo zajedno, svakog dobronamernog čoveka koji sam smatra da ljude koji saučestvuju u obostranoj žalosti spaja doživotni savez. Tisztelt emlékezők, poštovani okupljeni, köszönöm elnök úrnak, Szerbia polgárainak, köszönöm az áldozatok emlékét megőrzőknek és ápolóknak, hogy a szerb-magyar együttélés története mely egy olyan fontos nappal vált gazdagabbá, amelynek dátumát aranybetűkkel őrzik majd meg az utókornak a két ország kapcsolatáról szóló történelemkönyvek. Gospodinu predsedniku, građanima Srbije, onima koji čuvaju i neguju spomene na žrtve, zahvaljujem se na tome što je sa ovim značajnim danom obogaćena istorija mađarsko-srpskog zajedničkog života i što će ovaj datum biti zapisan zlatnim slovima u udžbenicima istorije odnosa dveju država. Köszönöm, hogy meghallgattak, figyelmük megtisztelő volt számomra. Hvala vam što ste me saslušali, vaša pažnja je bila dragocena. Áder János magyar köztársasági elnök beszédét hallották, látták, amit ma Csúrok központjában tartott Tomislav Nikolić szerbelnököt követően. A csúrogi eseményen részt vettek a vajdasági magyar politikai és civil élet jelentős képviselői is, közöttük Pásztor István, a vajdasági magyar szövetség elnöke, és Korhec Tamás, a magyar nemzeti tanács elnöke, valamint a szerb és a magyar egyház képviselői. A vajdasági magyar szövetség elnöke a csúrogi koszorúzást megelőzően nyilatkozott a Pannon RTV-nek. Azt mondta, ehhez hasonló megbékélési folyamatra az elmúlt 50 évben nem volt példa Európában. Elérkezett az a nap, amikor a magyar-szerb megbékélés megtörténhet. Nem sokára Áder János és Tomislav Nikolić elnök urak elhelyezik a koszorúkat. Ön, mint a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, hogyan éli meg ezt a napot? Hát, millió egy kavargó érzéssel az ember lelkében, de azt gondolom, hogy mindenkin ez látható, mindenkinek az arcán ez olvasható le. Közel 7 évtizedes várakozást követően kerül erre sor, és ebben lehet, hogy nem is az emlékmű és nem is az emlékművek a legfontosabb elemek, hanem a kimondott mondatok, amelyek helyre rakják a dolgokat, amelyek értékítéletet jelentenek, és amelyek a kiferdített történelemnek a betűit és sorait oda rakják, ahol a helyük. Én azt gondolom, hogy a 42-es év vonatkozásában is újfent ma Belgrádban, illetve a 44-45 vonatkozásában itt ma olyan mondatok hangzanak el, amik végérvényesen helyre rakják a dolgokat. A
Vajdasági Magyar Szövetség az elmúlt években sokat tett azért, hogy ez létrejöhessen. A deklaráció, amit elfogadott múlt pénteken a parlament, az is a Szerb Haladó Párt és a VMS közös beadványa volt. Tegnap Áder János Belgrádban azt mondta, hogy három lépcsőben jöhet létre ez a megbékélés. Az első a deklaráció, a második az emlékmű, a harmadik pedig a szerb kormánynak a határozata, ami a közeljövőben megtörténhet. Ezt hogyan értékeli? Hát én annak a három lépésnek az újból lép összegzéseként értékelem, amiről régóta beszélünk, amiről azóta beszélünk, hogy ez a kétnapos látogatás tervezés alá került. Ebből a három lépésből kettő megvan. Egyrésztről a deklaráció, másrésztről pedig hát az emlékművek, illetve hát az emlékművek megkoszorúzása. Tegnap én is ott voltam egy olyan beszélgetésen, ahol a miniszterelnökkel, Dacsics miniszterelnökkel erről a harmadik elemről is szó volt. Egyértelmű ebben a pillanatban, hogy ez egy technikai kérdés, nem politikai kérdés. Ami alatt azt értem, hogy a deklaráció egy világos politikai helyzetet teremt, ennek a politikai helyzetnek a technikai kiteljesedése azt fogja jelenteni, hogy egy rendkívüli jogorvoslati lehetőséggel élve a szerb kormány, mint a közigazgatás legfőbb feje, olyan döntést tud hozni, amivel a kollektív bűnösségen alapuló három ominózus döntést hatályon kívül helyezi jogi értelemben. Ezeknek a döntéseknek az erkölcsi politikai értelemben történő minősítés a deklarációval megtörtént. Ez megteremtette az alapját annak, hogy megerősítette a lehetőségét annak, hogy jogi úton is ez a történet nyugvó pontra kerüljön, és én biztos vagyok benne, hogy az elkövetkező pár hétben ez be fog következni. Így beszéltünk róla. Még egy kérdés a végére, mit jelenthet a vajdasági magyarságnak és egyáltalán a magyar-szerb kapcsolatoknak ez a nap? Hát erről rengeteget beszéltünk már, meg gondolom ma is rengeteget fognak beszélni. Azt gondolom, hogy befejeződik egy közös történelemnek az eddigi megélése, kimondásra kerülnek mondatok, amik automatikusan nem fogják megváltoztatni a világot, de azt gondolom, hogy nem lesznek olyan mondatok ezzel kapcsolatban, amik esetleg tabuként élhetők tovább meg. És megteremtődik a lehetőség annak, hogy ezen a közös múlt megítélésen túlmenően, ezen túllépve, hát a jövővel, a mával és a hónappal kezdjünk el foglalkozni. Azt is szeretném elmondani, hogy szerintem ez a két nap, a megelőző idő és maga a két nap párját ritkító esemény az európai történelem utolsó 50-60 évében. Közép-Kelet-Európában egészen biztos, hogy az, és ez messze túlmutat a vajdasági magyar közösség érdekein. Azok egyértelműek, de egészen biztos, hogy a két ország megítélése, ez a döntés, ez egyfajta követendő gyakorlatot tud jelenteni, és fölmutatását annak, hogy független attól, hogy például Szerbiát az elmúlt 25 év alapján hogyan ítélték meg, képes átlépni a saját árnyékán, képes bátor és nagyon nagyon-nagyon kellemetlen döntéseket is meghozni a szerb politika, és azt gondolom, hogy bármennyire is ebben a pillanatban elsősorban szociális és gazdasági értelemben kilátástalannak tűnnek a szerbiai mindennapok, talán ez a képesség, ez a bátorság erősítheti bennünk a hitet, hogy más témákban is hasonló jellegű lépésekre sor kerül. Önigénye a mi feladatunk. OTP Bank. Megbízunk egymásban.
A folytatásban visszatérünk egy kicsit a tegnapi eseményekhez. A két államfő részvételével tartott kerekasztal beszélgetést tegnap a Szerb-Magyar Akadémiai Vegyes Bizottság. Az 1941-től 1948-ig terjedő időszakra vonatkozóan még nincsenek pontos adatok az áldozatokról. Az újvidéki razzia során a későbbi hivatalos magyar adatok szerint a honvédek és a csendőrök több mint 3300 polgári lakost gyilkoltak le. Az 1944-45-ös vérengzések magyar áldozatainak száma becslések szerint 20-tól 40 ezer lehet. A németeké több mint 8,5 ezer. Ezen kívül több ezren kerültek gyűjtő, munka és haláltáborokba. A Magyar-Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság szerb tagozatának elnöke szerint összesen 100 000-en vesztették életüket 1941 és 48 között a térségben. To je vrlo veliki, vrlo značajan, vrlo srećan događaj i za Mađarsku, i za Srbiju, i za narod Mađarske, i za narod Srbije. Na tome to je završavanje jednog velikog perioda koji je bio nekako neizvesnost ovako onako, ali ja shvatam i znam, jer sam putovao bezbroj puta preko Mađarske, da su narod i ljudi raspoloženi, međusobno srećni, zadovoljni i tako, ali sad je onaj broj žrtava koje su se desile tokom Drugog svjetskog rata, kad se uzme u celini, verovatno ih ima blizu 100 000. Mađarskih žrtava može imati manje od 7 000. A onda, eto, to su veliki gubici i vreme je i najbolje je da se ovako to završi, da se i naša deca i naši unuci ne bave tim više tim problemima. To su i druge zemlje učinile u nekim, recimo između Nemačke i Francuske, ali... Kako ide rad i kako ide potraživanje? Ovako, rad ide vrlo dobro. Mi imamo više od 20 istraživača, mi imamo 3 tima, 2 u Vojvodini, 1 u Beogradu. Mi smo na početku, nije bilo lako početi. Prve godine smo vrlo malo mogli podataka sakupiti, pa nismo ni imali sredstva, pare. Ali smo mi već 2012. godine više od 20 000 žrtava popisali i to popisali po imenu i prezimenu i po mestu rođenja i po mestu pogubljenja ili nešto slično tako. A onda smo u polovini ove godine imamo sada sve ukupno od početka popisanih 60 000 žrtava. 60 000. I mi pretpostavljamo, a nije to sigurno, ali nam se čini da ima još bar 30 000 ili 40 000. Znači da bi do 100 000 žrtava mogli doći. To je pretpostavka. Ali ovo što sada imamo, to je otprilike znači 60% žrtava. Po vašom ocenu, kako će završiti ovo? Ili kad će završiti? Pa evo kako, mislim, mi imamo sredstva za ovu godinu. Mi ne možemo završiti ovaj proces bez da radimo sljedeće godine. Jer ako to ne bi nastavili, onda to bi bilo ono polovično. A nadamo se da će nam naša država nešto dati, ali nam je i Mađarska akademija obećavala, akademik Pelinkaš nam je obećavao neka sredstva, jer su prošle godine dali, ove nisu dali. To otprilike dođe, otprilike svaka strana oko 100 000 evra, to nije veliko, to je 10 000 000 dinara ovde i tako. Ali to mora da se utroši, to mora da se obezbedi i da se onda to završi. A posle će se moći i razne analize i razni drugi tekstovi formirati, pisati i držati, čuvati, ali za žrtve ćemo videti. Vi znate sigurno, a ja znam, velike su žrtve Nemaca, velike su žrtve Srba. A Jevreji imaju povelike žrtve i drugi, prema tome, to ne može sada da se kaže koliki je to tačno broj.
ali kad se sve završi, onda će se vidjeti veličina tih brojeva i karakter tih žrtava. A Magyar-Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság magyar tagozatának elnöke szerint viszont az, hogy jelenleg 7000 magyar áldozatot tudtak névvel azonosítani, még nem jelenti azt, hogy összesen ennyi áldozatról beszélhetünk, hiszen a kutatások még folyamatban vannak. A civil és a politikus társadalom együttműködése egy tipikusan európai eset, és ez a mi kezdeményezésünk, amely 2007-ben kezdődött közép-európai történészek részéről, szlovákok, szerbek, osztrákok, horvátok részéről, románok részéről, kimondottan azt célozta, hogy ezt a Kárpát-medence, illetve Dunamenti kialakult ellenérzés áradatot valamiképpen törjük fel. Akkor azt mondtuk, hogy erre azért van szükség, 2007-ben kiterjesztették az európai határait már Romániára, Bulgáriára is, azért van szükség, mert nem tudjuk kihasználni az integráció kínálta lehetőségeket, gondoljon csak az egész Duna tervre, a hajózástól kezdve az építkezésig, ipartelepítésig, gondoljon csak arra, hogy az Európai Uniónak hány olyan területet átlépő nagy pénzű projektje van, amelyet a szomszédos országokra írtak ki, és amelyet azért nem tudunk kihasználni, mert egyszerűen a szlovák és a magyar társadalom, a szlovák és a magyar állam, a román állam és a magyar állam között, most nem is beszélek már Szerbiáról, tulajdonképpen nincsenek meg a megfelelő bizalmak, és bizalom nélkül nem lehet ilyen projekteket csinálni. Én úgy fogalmaztam, hogy 150 éve először több a közös érdek a térségben élő népeknek, mint az ellentét. Ezek valós ellentétek voltak, területi ellentétek, gazdasági ellentétek, románok, németek, magyarok, szerbek közt. Hagyjuk abba ezt a különleges hazugságot, hogy nekünk mindig közösek voltak az érdekeink, de most tényleg közösek. Tehát azt mondtuk, ezt a közös érdeket azért nem ismerjük föl, mert nagy a bizalmatlanság. Miért nagy a bizalmatlanság? Egyrészt a kisebbségi kérdés miatt, hiszen gondoljon csak arra, nem csak Magyarország területén, de hát a szomszédos országokban milyen nagy százalékban élnek a magyarok, és amíg ezek a magyarok nem tudják a kisgyermekkortól egészen a felnőtt korig a gyermekeiket anyanyelven képezni, akkor ezek hátrányba fognak kerülni, mondjuk a többségi nemzet, mondjuk Romániában a románokkal szemben. Ezért tehát a kisebbségi kérdést meg kell oldani, és erre hívtuk össze az első fórumokat, az itteni Vajdasági Magyarok Szövetségének elnöke Pásztor István volt az egyik, Csáki Pál a felvidékről, a Magyarok Koalíció részéről, és Markó Béla Erdélyből, azok, akikkel kidolgoztunk egy új, az Európai Unióban követhető kisebbségi kódexet, amelynek az alapja a kulturális autonómia. Hadd tegyem hozzá zárójelben, hogy ez az egyetlen állam Szerbia, ahol ennek én legalábbis az alap itt látom azzal, hogy létrejöhetett a Magyar Nemzeti Tanács. Hogy mit csinálunk belőle, az majd másik kérdés. A másik probléma pedig a történelmi sebeknek a begyógyítatlansága. Ezért szerveztünk olyan történész konferenciákat, ahol a két térségben a 19-20. Század konfliktusait tárgyaltuk. És akkor jött a szerencse, jött az új politika, elsősorban Magyarországon, amely nyitott délfelé, és ez a délfelé való nyitás adta lehetőséget arra, hogy javasoljunk a politikusoknak egy szerb-magyar olyan tudományos bizottságot az akadémiák védernyője alatt, amelyeknek ez a feladata, hogy feltárja a közös múltat, és a közös múltban nem csak az együttélés pozitív, de az egymás gyilkoló periódusait is. Két éve folyik ez a munka, és nem volt meglepetés számunkra az, hogy a Szerb Tudományos Akadémiába és a szerb akadémikusok között teljes megértést találtunk. Hiszen az én társelnököm, aki a Szerb Akadémia egyik osztályának a vezetője, ugyanúgy átélte a 970-es éveket Európában és a 60-as éveket, amelyek a nagy francia-német megbékélésnek voltak az évei, és amelyet követett De Gaulle és Konrad Adenauer 962-es első ilyen nagy találkozója. Ezt követte 970-ben Willy Brandt, a lengyel-német
megbékéléssel, követte a svéd finn megbékélés, és követte az osztrák és az olasz. Tulajdonképpen Nyugat-Európa 20 év alatt feldolgozta a két világháború alatt egymáson ejtett sebeket. És erre mi azt mondtuk, hogy egy ugyanilyen típusú megbékélési folyamatot kellene elindítani, de ez a politika nélkül nem fog menni. Én azért tartom történelminek már a novemberi budapesti találkozót a két államelnök között, mert először mondták ki a kölcsönös bocsánat kérésnek a lehetőségét, ami egy nagyon nagy dolog, és a mainak pedig azt tartom a legnagyobb jelentőségét, hogy a szerb elnök úr is bejelentette, hogy kormányülés fogja tárgyalni a magyarok kollektív felelősséggel való megbélyegzésének a feloldását. Én erre azt mondtam a szerb elnök úrnak, ha ezt megcsinálják, ezzel európai csúcsot döntöttek, mert a németek nem tudták elérni sem a cseheknél, sem a lengyeleknél, a szlovákokról nem is beszélve, mi se tudtuk elérni, hogy a szlovákok kinyilvánítsák a Benes elveknek, a kollektív felelősség elvének az eltörlését. Ha ez Szerbia eltörli, és tényleg túllépnek ezen, akkor azt kell mondanom, hogy valóban Európa csúcsot döntöttek a szerbek, és lehet, hogy egyszer majd úgy fognak erről a Nikolić-Áder találkozóról, vagy erről a két találkozóról beszélni, mondjuk 25 vagy 50 év múlva, mint ahogy mi most beszélünk a 962-es Adenauer és De Gaulle találkozóról. Természetesen a megbékélés most kezdődhet el igazán. A politika nélkül nem megyünk semmire. Párosítjuk a sírfeltárásokat, tehát a földi maradványok azonosítását a levéltári munkával, azaz az írásban maradt meggyilkoltakról készített listáknak az összevetésével. Pillanatnyilag ott tartanak a kutatóink, hogy több mint 7-8 ezer olyan nevet tudnak most már konkrétan megnevezni. Ez nem azt jelenti, hogy ennyi volt az áldozatok száma, de 7-8 ezer olyan nevet tudnak megjelenni, amely nevek mögött egészen biztos személyek voltak. Hogy milyen személyek aztán, hogy egy-egy nép mögött milyen nemzetiségű személy van, vagy milyen indokból, etnikai indokból, vagy politikai indokból gyilkoltak a partizánok, az természetesen sem is a szerbek nem fogjuk tudni megmondani. De az első feltétele a megbékélésnek, hogy temessük el a halottainkat. Kettő, hogy róluk megemlékezhessünk, ezért kell tudni, hogy hol, mikor, hány embert pusztítottak el, és kiket, és utána jöhet csak a megbocsátás és a megbékélés. Mi történészeknek ez a feladatunk. Egyébként ez valószínűleg sok-sok évig tartó munka. Úgy képzelj el, hogy végeztünk azzal az átnézéssel, amely állagokat tud egyszerre megnevezni, ahol kell keresnünk az áldozatokról fönnmaradt feltételezett listákat, ezután szállanként kell, tehát több ezer folyómétert képzeljen el, iratot föltéve a levéltárok polcaira, szállanként kell átnézni, hogy vajon melyik aktába, melyik helyiségbe, hogy kerültek be bizonyos följegyzések az elpusztítottakról. Ez volt a Közügyek rendkívüli adása, a szerb-magyar történelmi megbékélés egyik jelentős állomása alkalmából, hiszen Csúrogon ma közösen hajtott főt a magyar és a szerb államfő az 1942-es magyar razzia szerb áldozatai, illetve az 1944-45-ös megtorlások ártatlan magyar áldozatainak emléke előtt. Ne menjenek azonban most sem sehová, hiszen amennyiben lemaradtak az élő közvetítésről, most megtekinthetik a Szabadkai Kosztolányi Dezső Színházban megtartott alkalmi ünnepséget, műsort az Újvidéki Színház művészeinek előadásában. Áder János magyar köztársasági elnök ugyanis Szabadkán zárta kétnapos hivatalos szerbiai látogatását. Köszönjük a figyelmüket! A Közügyek főtámogatója az OTP Bank.